a pofánkba hazudtak. Miért mondják ezt önökről az orvosok címmel? Tukacs képviselő urat illeti a szó. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr. Önök a tavalyi év közepén, aztán decemberben, mikor az orvosoknál már elszakadt a cérna, bérfejlesztést ígértek, fizetésemelést. 247 ezer nettó minimálbért a szakorvosoknak, és 43 ezer szakdolgozónak pedig béremelést. Ebből kihátráltak. Magyarul hazudtak. Úgy fogalmazta az egyik orvos egy internetes portálon, hogy a pofánkba hazudtak. Államtitkár úr, mindent megőriz az internet, követhető, hogy megígérték ezt a bérfejlesztést. Kiderült azonban, hogy csak nagyon kevesek számára elérhető. A Fidesz nagyon egyszerűen oldotta meg a problémát, mikor kiderült, hogy nem kapnak fizetésemelést az orvosok és szakdolgozók. Egész egyszerűen ezt az ígéretet levette a honlapjáról. Biztosan Orwell klasszikusát, az 1984-et gondolták valamiféle segédanyagként használni a munkájukhoz. Ugyanakkor nem mindig működik olajozottan a rendszer, mert én decemberben az EMMI ügyfélszolgálatánál érdeklődtem a fizetésemelés miben létéről. A múlt pénteki napon meg is érkezett a válasz halatlan gyorsasággal, amiben az EMMI ügyfélszolgálata nevetséges, megismétli a bérfejlesztésre tett kormányzati ígéretet akkor, amikor önök ezt már letagadták. Államtitkár úr, nem kértek bocsánatot ezektől az emberektől, akiket átvertek. Kérdezem, miért nem akarják ezt megtenni? Miért kell sumákolni? Államtitkár úr, mikor látják már be, hogy tisztességes fizetésemelés kell, mert a kórházakban a felmondásaikat helyezik letétbe az orvosok, és el fognak menni. A betegekkel játszanak, a gyógyulásukkal játszanak, az életükkel játszanak. És tisztelt államtitkár úr, kérdezem, hogy a kommunikációt, mint tűzoltási módot mikor akarják szabadalmaztatni, mert a katasztrófavédelem nagyon örülne egy ilyen eszköznek. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Rétvári államtitkár úr válaszol. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Nem emlékszem pontosan, de szerintem ön is ott volt a Népüléti Bizottságnak múlt nyáron azon az ülésén, amelyen Balogh Zoltán miniszterről először beszélt. Erről az egész béremelési kérdésről, hogy az elmúlt évben, az év második felében, az idejében pedig a teljes évben tudjuk az orvosoknak a korábban befagyasztott bérelemeit kiengedni, és ugyanazt az emelést a mozgó béremelésekre is ki tudjuk terjeszteni, mint ami volt korábban, 2012-13-ban az alapbér tekintetében. Amennyit emeltünk 2012-13-ban az alapbérben, az akkor 75 milliárd forint volt. Most a tavalyi évben egy ilyen 5-6 milliárd forint közötti összeget biztosítottunk erre rendeleti szinten. Idén pedig már törvény alapján garantáltan először az egész évre is jár, nem csak a második felére, hanem az egész évre is jár ez a többlet. Aki betegágy mellett dolgozik, mert ügyel, mert túlmunkája van, mert több időt van benn, az erre a részre is megemelt többletet kap. Ezt ott világosan kifejtette Balogh miniszter úr a parlamenti bizottságnak az ülésén, úgyhogy szerintem azóta ön is, vagy akkor ön is hiteles tájékoztatást kapott, és azóta is ezt vitte a kormányzat. Azt hittem, hogy ott volt az egészségügyel foglalkozó bizottságnak az ülésén a miniszteri meghallgatáson, de ezek szerint jelzi, hogy nem volt ott, amikor a miniszter évente egyszer beszámol, akkor csak az utólagos beszámolókról értesülhetett róla. A szakorvosok esetében pedig, ahogy itt a parlamentben is, és máshol is már sokszor elmondtuk, azért hoztuk ezeket az intézkedéseket a rezidensek és a fiatal szakorvosok esetében, mert ők a leginkább mobilak, ők az, akik leginkább olyan helyzetben vannak, hogy könnyen tudnak máshol munkát vállalni, és ezért felmenő rendszerben a rezidenseknél, majd most a fiatal szakorvosoknál vezettünk be, a rezidenseknél 100-150-200 ezer fontos ösztöndíjat, a fiatal szakorvosoknál pedig a szakvizsgát követő 5 évig, hogyha magyar közfinanszírozott egészségügyi intézményben vannak, akkor ezt a 150 ezer fontos kiegészítést pontosan azért, hogy a szakvizsga után is itt maradjanak Magyarországon, és a rezidensek számára ezt a pluszt pedig már nem is a kórház garantálja, hanem a központi költségvetésből garantáljuk, ezt mondtuk korábban, ezt mondjuk most is. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Vágó Sebestyén kép.